hogyan cseperedett szívgyártómesterré. Én tőzsgyökeres szekszárdi vagyok, itt születtem Szekszárdon. Babics iskolába jártam az általánost, középiskolát Palánkon jártam, mint mezőgazdasági gépész. És amikor ott voltunk, hogy érettségi után valamit kell csinálni, akkor felvételiztem az Agrártudomány Egyetemre. Nem baj, hogy nem vettek föl, mert nem igazán készültem rá. És szeptemberben ki kellett találni, hogy mi az, amit csinálni fogok. És tanítómesterem Csankó Zoltán, ő elment a kasszás igazgatóhoz az ipariskolába, hogy iskolázzon be engem, a gyakorlati foglalkozás az itt lesz nála, és a normál órákra pedig bőrészes osztályba jártam. Hogy találta meg a mesterét? Egyáltalán miért pont ez a szakma lett? Ugye gépésznek tanult általános vagy középiskolában. Igen. Ez azért jöttem ide, mert a nagypapám is szívgyártó volt már. Ott az ő műhelye, még a most ott van a tanítóképző főiskola, ott volt a régi szülői ház. Két nagymama egymás melletti házba lakott, és hát időnként átmentem a nagypapához a szígyártó műhelybe. De hát nem igazán tudtunk ott semmit se csinálni, mert a TS időkben volt olyan, amikor a bőrt jegyre lehetett venni. Tehát meg volt határozva, hogy egy szígyártó az havonta kap mondjuk 6 kiló bőrt, az olyan nagyon kevés, hogy abban egyszerűen nem lehet mit csinálni. És akkor így nagyon vigyáztak minden darabka bőrrel, mindent felhasználtak. Mi lehetett ennek az oka? Annyira kevés volt a bőr, vagy más okokat lehet-e mögött tudni találni? Hát ez már ilyen csúnya politika. Akkor egész biztos, hogy több marhát vágtak le, mint manapság. Azért több marha kérdezem, volt. Hogy nem hiszem, most inkább elviszik hiányában. Lábon az állatokat, kiviszik az országból. A Magyarországon volt, ha jól tudom, 6-7 bőrgyár még, abból összesen 2 maradt talpon, a Simontornyai és a Pécsi bőrgyár. Úgy tudom, hogy a Pécsi bőrgyárral is komoly problémák vannak. És hát így akkor majd megváltozik itthon is a bőrnek az ára. Mert beszélgettem kollégákkal, vannak, akik sűrűbben járnak ki Nyugat-Európába, más szinten tisztában vannak a bőrárakkal. Ők azt mondták, hogy ezek a bőrárak, amik nálunk itthon most vannak, azok viszonylag nyomott árak. Így ez a két bőrgyár meg fog szűnni, és akkor megérkezik hozzánk is az argentin, meg az amerikai bőrök, amik nagyon érdekes módon fogásra sokkal jobbak, de amikor nekiállok dolgozni vele, akkor kiderül, hogy a beltartalma mégse annyi. Ez olyan, mint egy olyan különbség van köztük, mint egy fűszfa és egy tölgyfa, amikor tüzelni akarunk. Egész más egy tölgyfának a fűtőértéke, mint egy fűszfának, pedig nagyságra ugyanúgy néz ki. De most azért van elég alapanyag, most gondolom, még szerencsére a Pécsi bőrgyár dolgozik, Simontornya dolgozik. Amennyi bőr nekem szükségem van, annyit be lehet szerezni náluk. Mi egyébként, milyen a jó alapanyag, milyen a jó bőr, miből érdemes dolgozni? Én marhabőrből dolgozok elsősorban, mert kemény szíjazat árut készítek. A lószerszámnál, amiket elsősorban készítek, ott szakító szilárdsági problémák vannak a bőrnél. A marha bőrnek van a legnagyobb szakító szilárdsága, és tartóságban is nagyon jók ezek, mert a Magyar Fogadhajtó Bajnokságban versenyez egy olyan szerszámom, amit 18 évvel ezelőtt készítettem. És Juhász László hajt vele, ő világbajnok, időtálló, tehát ő használja is a szerszámot, nem csak szekrénybe tartja. Én is meg voltam lepődve rajta, hogy aktív versenyzéssel 18 évet kibír egy szerszám, úgyhogy még nem volt generáljavításon. Érdemes elgondolkozni mondjuk egy versenyautót, hogy mi lesz abban 18 év után.
79 óta én kisiparos vagyok, nem pedig vállalkozó. Én nem szeretem ezt a szót. Ez már közel 30 esztendő. Igen, és ez így nagyon jó, mert azt készítem, amit én akarok, nem igazán beszélnek bele a dolgomban. Én így jó el vagyok ebbe a fajta létbe. Mi az, ami megtartotta e szakma mellett? Mi az, amitől beleszeretett ebbe a nem mindennapi tevékenységbe? Jó volt a lovasokkal beszélni. Jó volt az, amikor kitalálnak valamit, és azt meg tudjuk csinálni. Ez kellett természetesen a tanítómesterem is, mert én azt mondom, hogy most a mesterségnek tudom talán a 60%-át. Ő szerintem tudta a 80-at. 60%-át 30 év után? Igen. Még mindig tudnak meglepetést okozni. Mint például? Mint például, hogy a fogadhajtó versenyeken milyen kis apróságon múlnak dolgok, hogy ő nekik is gondolkozni kell, nekem is gondolkozni kell, és hogyha ketten töprengünk rajta, akkor ki lehet hozni valamit. A szíjgyártás és a bőrtíszművesség között mik az alapvető különbségek? Mitől más ez a két szakma? A bőrdíszműves az készíti a táskákat, a ridikülöket, a pénztárcákat, a finom női öveket. Az ilyen mindennapi puha bőrből készül dolgokat készíti, zömmel, gépi munkával és vékony puha bőrből. A szíjgyártó az nagy részt kézivarással készíti a dolgait, kemény, erős szíjazat bőrből, ahol meghatározó szempont a szakító szilárdsága a bőrnek. Gépesíteni ezt kevésbé lehet, mert amikor bújtatókat kell bevarni valahova, akkor a varógépot nem tud mit kezdeni ezzel. És a szíjgyártó készít még közben derékszíjakat, kutyafelszerelést. Régen készítette a ilyen nagy transmissziós szíjakat. Amikor a cséplőgépeket, kombájnokat még ilyennel hajtották, és mindenféle olyan, ami kemény erős bőrből van. Tehát akkor maga a megmunkálási folyamat is sokkal nehezebb, mint mondjuk a bőrműveseknél, hiszen ott, mint említette is, puhább bőrből, puhább alapanyagból dolgoznak. Bizonyára ehhez azért valamiféle fizikum is szükségeltetik. Nem kell ez olyan nagy fizikai erő. Egy alkalommal kell, amikor a lószerszámnak a húzó része van varva, oda kell egy kicsit nagyobb fizikai erő. De egyébként ez nem egy olyan ihajtyúvaj fizikai munka. Dénes, milyen tárgyakat, miket láthatunk itt? Egy-kettőt legyen kedves, vegyen kézbe, mutassa be, hogy mire itt a szekrényben van, ez egy aranyozott, veretes csipkés lószerszám. Ez a kápa része a lószerszámnak. Érdekessége, hogy ez a belső kettő sor, ami van, az képpel van varva, az a külső sor, a csipkék mögött, ami van, ami egy kicsit szebb és egyenletesebb a varása, az kézzel van varva. Nagyon érdekes dolog, hogy az, aki szépen tud varni már kézzel, az levarja a varógépet. Tehát sokkal szebb dolgokat tud készíteni, mint sokkal szebben tud varni kézzel az ember, mint amit a gép tud produkálni. Ez azért is fontos, mert a varógépnél, amikor a gépi varás van, biztos találkozott már olyannal, hogy megpattant a cérna. Megfogta és lefejtette az egészet. Itt ennél viszont, ha megpattan egy öltés, semmi nem történik, mert a következő fogja. Tehát ezt nem tudja lefejteni, mert itt egyszer alsó ágon van a cérna, egyszer felső ágon van. Egy strapabíró. Strapabíró, igen. Ezekről a kis díszítettségekről is beszéljünk, jó? Hiszen ezeknek is azért funkciójuk van. Ha be van fogva, ez rajta van egy lovon, akkor a hajtószár, a gyeplő ezeken a karikákon megy keresztül, ez vezeti meg, és így könnyebb a hajtónak a dolga. Megmutatom még ezt a kamtárt, nagyon érdekes és szép. Ez fonással van díszítve a homlokszíja neki. Itt is, tehát ahol két bőr össze van varva, ott mindenhol kézivarás van. Bárdos György fogadhajtó világbajnoknak, a 84-es szilvásváradi fogadhajtó világbajnokságra egy hasonló kantár készült, amit 84-ben a Bárdos György megnyert szilvásváradon.
Azért ennek a kantárnak története is van. Hát igen, amikor az Állami Vénésgazdaság megrendelte a Bárdos Györgynek a szerszámot, akkor rámutattak egy fényképre, hogy na, ami a fényképen szerepel, ilyen kellene csinálni. Akkor azt a négyes szerszámot a tanítómesteremnek ketten fél évig csináltuk. Úgyhogy nagyon aprólékos, macerás munka volt. A csatokat akkor készítették először el. Ezeket a... Ezeket a fajta csatokat. Még nem volt jó az öntő minta, nem egyszerre csinálták. Az egyik egy kicsit bronzos volt, a másik egy kicsit kékes volt, és elég volt összeválogatni úgy a csatokat, hogy egy bizonyos alkatrészen, egy bizonyos darabba egyformák kerüljenek. Szóval elkészült egyszer a lószerszám, és akkor a fogadhajtó versenyeknek még volt egy olyan versenyszáma, hogy bemutatás. Amikor felöltöztek a legszebb ruhákba a fogadhajtók, a lovakon és a parádés szerszámok voltak, és akkor körbejárták a pályát, minden egyes bírálóbizottság előtt megálltak, és akkor ott bírálták a fogadhajtók ruházatát, a hintót, a lószerszám stílusosságát, a lovakat. Abban az időben versenyzett Erzsébet királynő férje Fülöp herceg is, ott volt ő is a világbajnokságon indult, és ebbe a versenyszámban Bárdos György ugyanolyan kevés hibapontot kapott, mint Fülöp herceg, ami nekem nagyon jól esett. És mutassuk meg azt a képet, hogy egyáltalán hogy néz ki ez a szerszám magán a lovon, az állaton, amikor be van fogva, hiszen úgy látszik igazán a végeredmény. Itt van egy kis prospektus, amiből ezt meg tudjuk mutatni. Ez a fogat szerepel a prospektusomban is. Ezzel a fogattal nyert a Bárdos György akkor a világbajnokságon. Ez a szekrény rejt még egy érdekességet, ezt a szerszámot megmutatnál nekünk. Ez az alkatrész a lószerszámnak az úgynevezett húzója. Ez van rajta a lónak a szügyén, és ebben húz. Ezzel a széles széllyal. Ezzel így az állatnak könnyű a dolga, puha bőrből van készítve, viszonylag puha, nem töri föl az állatot. Nem mindegy, hogy amikor az embernek mondjuk egy hátizsák van a hátán, hogy ez a válszíj az 2 centi széles vagy 5 centi széles. Ebbe a ló jó érzi magát. Parádés szerszámhoz mérten egy könnyű, keskeny húzó ez, és még soha nem tölt fel lovat a Hihetetlen masszív, szerszám. Ha az ember megfogja, nem is sejti, hogy így ránézés, hogy mennyire masszív. Hát, igen, mert képzelj el egy lovat, aminek, hát, ha jól tudom, olyan 6 mázsa körül van a súlya, amikor ez megy lendületbe, és nagy úristen, valamint fönnakad a szerszám, hogy mit kellene kibírnia. Nem a szerszám, a hintó fönnakad valamint, mert elvéti a fogadhajtó a kanyart. Tehát itt azért ennek komoly erők működnek itt, és nagyon sokat ki kell ennek bírnia. Jó, és akkor én azt javaslom, hogy most hagyjuk egyelőre itt a lószerszámokat, és sétáljunk ide a tarisznyákhoz, hiszen ezek is Dénes munkáját dicsérik, ezek a gyönyörű tarisznyák. Igen, ezeket a tarisznyákat, a mintákat a nagybátyámtól örököltem. Nagybátyámnak a mintája ez a szarvasfej, nem is tudom mikor. Ilyen 30 évvel ezelőtt volt itt Szekszárdon egy vadászati világkiállítás, még a Gement szálló megnyitása idejében azon a környéken valamikor, és arra az időre készítette el ennek a faragását a nagybátyám, és egész másképp néz ki így egy ilyen tarisznya, ha ez benne van. Ez hogyan sikerül a mintát az anyagba illeszteni? Ennek ez a szarvasfej, ez ki van negatívba faragva. Amikor megvan varva a táska, akkor fogom, így hanyat ráfektetem arra a mintára, és egy hegyes, ilyen kishúnyi hegyű fával, amit jó marokra lehet fogni, beledörzsölöm ezeket a mintákat, ami ahol ott luk van abba a fába, és akkor ezek így benne maradnak. Ez adja meg neki a formát. Igen. Ott is van egy nagyon gyönyörű táska. Szintén ezt egy mintával. Ez már az én mintám, amelyik itt van. Én mintám, én készítettem a mintát. Tehát ez már nem örökölt. Ez nem örökölt.
érdekessége annak, hogy a fafaragó belefaragta a monogramját. A Beréti Pista bácsi csinálta ezt a famintát, faducot. Nagyon jól látszik ezen, például, hogy a két borozgató székely ember között, hogy lehet azt kifaragni, hogy ez már egy kicsit lehorgasztotta a fejét, egész biztos, hogy ő már nem tud inni semmit se. A másiknak azért ő még egy pohárra egész biztos meg tud inni. Tehát mindig is csodáltam az ilyet, hogy lehet ilyen kis vonásokat, kis apróságokat úgy beletenni a fába, amit negatívba is, a bőrbe is nagyon szépen kijön. És hát ugye a szőlő, a bor, igen. Hát ez pontosan a születi napokra készült ilyen jellegű rendezvényekre. Azt hiszem, hogy egy ilyen táska egy gyönyörű ajándék is lehet ez minden esetre. Dénes, azért tudjuk azt, hogy a bőr bizony nem olcsó mulatság. Még itthon sem említette, ugye, hogy külföldön még tetemesebb az ára a bőrnek, mint hazánkban, de azért itthon a mi pénztárcánkhoz mérten is azért jelentős az ára. Mennyire lehet ebből a szakmából megélni? Csak úgy lehet megélni, hogy a kereskedést is folytatom. El kell menni időnként Európába meghívásos rendezvényekre, el kell menni Magyarországon kirakodó vásárokra. Én még 10 évvel ezelőtt is azt hittem, hogy Szekszárd város el tud engem tartani, de kiderült, hogy igenis menni kell a pénzért. Másféle pénzkereseti forrásokat is kell találni, mint hogy én itthon dolgozok, és az üzletben adom az árut. Igenis el kell menni sajnos kézműves vásárokra, rendezvényekre. Most nemrég voltam kint Belgiumban egy európai kézműves fesztiválon, Antwerpen mellett. Nagyon profi módon meg volt minden szervezve. Szállást kaptunk, szép sátrakat állítottak fel nekünk, és meghívták a Európa minden országából a kézműveseket. Ez érdekes dolog, ez a kézműves fogalom, az idézőjelbe tett Nyugat-Európába, ott már ezt a fajta kézművességet, amit mi annak hiszünk, azt már rég kiírtották. Tehát ott például kézművesnek számít egy borász is, egy sajtkészítő is. Tehát ők tágabban értelmezik ezt a mennyiségi munkát, amit mi beleülünk egy bizonyos termék elkészítésébe, ők ezt már nem tudják elviselni, nem tudják kifizetni. De jó volt, mert ott voltak a lettek, a litvánok, az észtek, lengyelek, szlovákok, csehek, és Kelet-Európából, a régi Kelet-Európából, akik mentünk, mi még hagyományosan kézzel készített termékeket mutattuk be, és nagyon jó volt ott meglátni őket. Lettel, litvánnal még nem találkoztam, és egy pillanat alatt megértettük egymást, holott nem ismertük egymás nyelvét. Dénes az alkotói közegen, a Csikón, pontosabban ezt a széket ugye így hívják, de van ennek számtalan neve még. Hát az irodalmi neve ennek a varószék, de a szíjgyártók úgy hívják, hogy Csikó, vagy úgy is, hogy Küsü. Hogyan működik? Tehát a Csikó, ezt értem, mert hát ugye egy kicsit a Csikóra hasonlít a formája. Ugye mi ez? Ez mire szolgál? Ez egy nagyon remek dolog, mert az ősök kitalálták már azt, hogy ha dolgozunk két kézzel, sokkal könnyebb, mint egyel. Hogyha egy kézzel tartom a terméket, amit dolgozni kell vele, akkor egy kézzel nem tudom, a másik kézzel nem tudom csinálni. Tehát ebbe, hogyha fogom egy sallangot, fonok, akkor azt befogom. A Csikónak a feje egy kicsit el van így is fordítva, és egy kicsit meg is van döntve. Hogy az ember egyenes derékkal, ha ül rajta, látja, hogy mi az, amit csinál, nem kell neki mindig a derekát elforgatni, nem lesz pupos, meg görbe derekó ember. Egyenes derékkal könnyebb a munka, akkor nem kell hátfájással bíbelődni. Na és akkor kezdjünk is neki rögtön a munkának. Ez egy fonott sallang lesz majd, ha elkészül. Ez a lónak a fejére, a kantára fog kerülni, mégpedig oldalra. Milyen szerszámot tart a kezében, mi az, ami ehhez szükségeltetik? Ez egy fonóár, aminek éle van. Ez azért fontos, hogy a bőrt behasítsa hosszába.
ha hosszába van behasítva a bőr, akkor a szakító szilárdsága nem csökken neki. Ilyen fonócsallangot a lószerszámokon csak a magyar stílusban használnak, mert a régi fiúrak is, ugye akkor autók nem voltak, mindenki különből akart kinézni, mint a másik, és ez a fonócsallang nagyon szépen díszítette a lovakat, és volt neki még egy funkciója, mégpedig az, hogy itt régen Magyarországon elég komoly mocsaras vidék volt, és a bögölyök, legyek, azok, hát ha harapják a lovat, az állatot, akkor hát neki a száj is nem úgy tud dolgozni, ahogy éppen szükség lenne rá, és akkor ahogy a ló ment, vagy ügetett, vagy vágtatott, ezek a sallangrojtok a fején, a hátán ott úgy lesöpörték róla ezeket a ronda dögöket. Dénes, azért mutassuk meg ennek a sallangnak, mi is lesz a végeredménye, ha majd elkészül. Itt van egy csodálatos kész sallang. Egy ez a sallang, talán. Amikor a fonás után elkészül, akkor ki van préselve, és utána be van lakkozva, és fel van ezekkel a díszekkel szerelve még. És így ez szerintem nagyon szép. Dénes, a munkáit már nagyon jól ismerjük, szakmai elismerések tekintetében hogy áll? 1979 volt a mestervizsga, onnan datálhatjuk. 79 után a barátaim unszolására nekiálltam zsűriztetni a termékeimet, így 93-ban népi iparművész lettem. 93-ban még kiírtak egy pályázatot, amikor kérdés volt, hogy Magyarország megrendezi a világkiállítást. Ennek a pályázatnak elhoztam a fődíját 93-ban. Az országos bőrműves pályázaton Debrecenben első helyezett lettem, 98-ban megkaptam az aranykézdíjat. 2098-ban még Budapesten a mesterségek ünnepén a várba a jelenlevő több száz kézműves között lehettem az év mestere. 2004-ben a kamarának a Magyar Kézműves Remekdíját tudtam elhozni, és volt még egy Magyar Kézművesség 2004-ben című kiállítás, ami az Iparművészeti Múzeumban volt megrendezve, onnan hoztam el a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának a fődíját. Idén kaptam meg a kamarától a kamarai nívódíjat. Azt hiszem, hogy egy igen sor elismerés van az ön háta mögött. Ez mennyire befolyásolja az ember pályáját? Bizonyára erkölcsi elismerést ad, de a mindennapi boldogulás tekintetében például hozott-e előnyöket ez a sok elismerés? Azért nem kerestek még meg, mert látták a munkámat mondjuk az Iparművészeti Múzeumban. Azért se kerestek meg, mert a Magyar Kézműves Remek pályázaton első helyzet lett a terméken. De nagyon jó ez az embernek, valami kis visszajelzés, hogy elismerik azt, amit tett, hogy biztos, hogy jó úton halad. Jó úton haladni, mit hozhat a jövő? Jövő? Munkát remélem ezután is. Én nekem az, amit készítek, az, amit teszek, ez soha nem volt munka. Én idézőjelbetéve az egész életemet végig élvezkedem, mert én örömmel dolgozok. Nekem nem nyűg a munka, jó az, amikor valami szépet tehetek, és a legjobb az, amikor elkészül az általam készített lószerszám, és akkor megváltam a lovakon rajta. Azt hiszem, hogy egy szerencsés ember. Igen, én is azt hiszem. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.